Köszöntöm a híradó nézőit is, nézzük mai témáinkat röviden, egy-egy mondatban. Súlyos baleset történt ma Sárfalva határában. Üléseztek a megyei tanácsosok. Helyi termékeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Interneten is lehet időpontot kérni az autó nyilvántartótól. Vásmondó vetélkedőre került sor Kézdi vásárhelyén. Szerencsés kimenetelű baleset történt Oroszfalu és Sárfalva határában. A koccanást egy túlterhelt utánfutó okozta, és bár az egyik személygépkocsi felborult, sérülés nem történt. A 11-es országúton a délelőtti csúcsforgalomban nagy torlódással járt a három személygépkocsi koccanása. A baleset okozója egy betonlapokkal megrakott utánfutót vontató Audi személygépkocsi volt, miután vélhetően a megengedettnél nagyobb teher miatt kidurrant a vontatmány egyik gumiabroncsa. A Kézdivásárhely irányából érkező autósofőrje elvesztette az uralmát a jármű fölött, átsodródott a szemközti sávra, ahol a Sárfalva felől érkező Fabrikettel megrakott Dacia személygépkocsinak ütközött. A szabályosan közlekedő autó lesodródott az úttestről és a sáncba borult. A mögötte haladó Ford Mondeo neki ütközött, és az is az árokba csúszott. A Dacia két idős utasa kisebb karcolásokkal, de annál nagyobb ijegységgel úszta meg a balesetet. A helyszínre rövid időn belül a rendőrség járőrei és két mentőautó érkezett, de az utóbbiak beavatkozására szerencsére nem volt szükség. A forgalom kevéssel 11 óra előtt állt helyre az említett útszakaszon. A helyi költségvetés kiegyensúlyozásáról, illetve a beruházásokról döntöttek a Kovászna megyei tanács februári soros ülésén. A tervek szerint idén mintegy 9 millió lejt fordítanak az utak korszerűsítésére. A megyei tanácsosok a helyi költségvetés kiegyensúlyozására szánt, a hozzáadott értékadóból és a jövedelemadóból elkülönített összegek elosztásáról tárgyaltak. A megyei önkormányzat valamivel több mint 9 millió 900 ezer lejről döntött, figyelembe véve a települések beruházási terveit, de a lakosság számát és a Kovászna megyei közpénzügyi hivatal által elosztott összegeket is. A tavalyhoz hasonlóan idén is van úgynevezett szolidaritási alap, tehát legkevesebb 100 ezer lejt kapnak a megyei önkormányzattól a települések, a 4 ezer lakos feletti községek pedig legalább 250 ezer lejt. A megyei önkormányzat által elosztott összegeket csak beruházásra használhatják fel a helyi tanácsok. A határozatnak részeként döntöttek a megyei és községi utak korszerűsítésére, karbantartására kapott mintegy 9 millió lejes keret elosztásáról is, ennek egy harmadát a községi utakra, a fennmaradt részt pedig a megyei utakra fordítják. A beruházásokat érintő határozatok között a nagyajtai több mint 100 éves vashíd újjáépítése is szerepelt. A megyei tanácsosok jóvá hagytak egy közszállítási útvonal engedélyt egy szállítási cég részére. Ennek megfelelően a közeljövőben napi egy járat indul Szacsvasepsi-Szentgyörgy, illetve Eger-Patak-Régy-Komolló szépmező érintésével. A tanácsülés végén a megyei önkormányzathoz tartozó egyesületek egy részének éves tevékenységére vonatkozó jelentését is elfogadták. Március 1-től Kovászna megyében is használhatják azt az elektronikus előjegyzési rendszert, amelyet a gépkocsi vezetői jogosítványok kiállításával, valamint a járművek forgalomba való bejegyzésével foglalkozó iroda indított. Március 1-től kezdődően internetes időpont egyeztetést vezetett be a Kovászna megyei gépjármű bejegyzéssel és jogosítványokkal foglalkozó igazgatóság, a gépjárműbejegyzés, átiratás, törlés, rendszámcsere és törzskönyvezés eljárásainak egyszerűsítése érdekében. A Kovászna megyei prefektúra hétfőn közzétett közleménye értelmében az időpont egyeztetés ingyenes, a kérelmezőnek pedig lehetősége lesz kiválasztani a számára megfelelő időpontot az okiratok leadásának érdekében.
Jelenleg a következő 2 hónapra lehet előre időpontot foglalni. A kérelmezőknek a megadott időpont előtt 10 perccel ott kell lenniük a bejegyzéssel foglalkozó ablaknál, és magukkal kell vinniük a szükséges teljes iratcsomót, a személyazonossági igazolványukat és a kinyomtatott időpontfoglalást. Egy adott napra csak 8 óráig lehet időpontot egyeztetni. Januárban több ellenőrzést is végeztek a megyében a Kovászna megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség képviselői. Megvizsgálták a tanintézményeket, illetve a promóciót hirdető üzleteket is. Górcső alá vették ugyanúgy, mint a helyi termékvásárokat. A hivatalos megfogalmazás szerint hagyományos, román recept alapján készült termékek kerültek a fogyasztóvédők ellenőrzése alá, és azt vizsgálták, hogy a helyi termelők kitették-e a logót, az engedélyt és a címkét. Bár első hallásra hihetetlen, de egyetlen esetben sem találtak rendellenességet. Az országos felmérések alapján a lakosság hozzáállása is változott az utóbbi időben, országos szinten ugyanis megduplázódott a fogyasztói panaszok száma. Hozzávetőlegesen 100 000 panasz érkezett 2016-ban az Országos Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, és a panaszok egyre szélesebb skálát ölelnek fel, ami azt jelzi, hogy a fogyasztók egyre tájékozottabbak ezen a téren. Ezzel párhuzamosan tavaly 3 millió euróra nőtt a megítélt kártérítések összege, és a szakemberek úgy vélik, hogy e tekintetben módosításokra szorul a törvénykezés, mivel jelenleg hosszú és bonyolult folyamattal jár a kártalanítás. 8 alsó tagozatos tanuló képviseli Kovászna megyét a Szatmár-Németiben sorra kerülő Vidám versek versmondó versenyének országos döntőjében. A megyei szakaszt hétfőn tartották a Vigadó nagytermében. Az idén 17. alkalommal sorra kerülő versmondó versenyt az a mindennapos tapasztalat hozta létre, hogy a nevetés, az igényes szórakozás egyre kisebb teret kap a hétköznapokban, anyagiasabbá váló világunkban, és a jókedv, a derű, mintha az irodalomnak is mostoha gyermeke lenne. Ezért indították útjára a Vidám versek versmondó versenyét a Szatmár-Németi Hám János Római Katolikus Liceumban, és mára már az egész Erdélyt behálózta egyedi hangulatának köszönhetően. A megyéből most 45-en jöttek el, mivel Kovászna megyében 9 körzet van, ezért minden körzetből 5 tanuló képviseltette magát, előkészítőtől 4. osztályig. Itt a verseny 2 kategóriában zajlott, előkészítő első és második osztályosok kategóriája, ők 27-en voltak, és a harmadik, negyedikesek kategóriája, ők 18-an. Az országos szakaszra 8 gyereket várnak, ez egy nagyszerű dolog, mert a kezdetekkor csupán 1-2 tanulót tudtunk eljutatni erre a versenyre. Idén összesen 15 tanuló megy, 8 az alsó tagozatról és 7 a felső tagozatról. Előkészítő osztályosoktól negyedikesekig minden korosztály képviselve volt a megyei szakaszon, a gyerekeket szüleik vagy tanítói kísérték el. A Petőfi Sándor Gimnázium szervezésében immár 5. alkalommal kerül sor erre a rendezvényre, ahol a kisdiákok kizárólag magyar költőtollából született, vidám hangvételű verssel készülhettek. Kedves nézők, ez volt a híradó, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!